A 2008-as válság előtti időszakban a külföldről behozott használt autók darabszáma lényegesen alacsonyabb volt. Egyik évben sem lépte túl a 100 000-et. Tavaly azonban rekordot döntött ez az adat, több mint 155 000-re nőtt az import. Az új autók piaca lassan javul, amíg a válság előtt évenként 180-190 000 új gépjárművet helyeztek forgalomba, addig tavaly ez a szám alig haladta meg a 120 000-et. A legnagyobb küldő ország Németország, de sok autó jön Francia, Olasz és Spanyolországból, valamint Ausztriából is. De körülbelül másfél évvel ezelőtt elindult Magyarország felé a lengyel piac is. A német importnak már 20 éves hagyománya van, jobb út- és szervízhálózat működik Németországban, és jobban is vigyáznak az autókra a német tulajdonosok, közölte Gulyás József 35 perc című műsorunkban. A magyar használt autó vásárlók viszont nem tudják fiatalítani a hazai gépjárműparkot. Valószínűleg a piac és egyéb okok miatt elsősorban az 8 és 10 éves korú átlag életkorú használt autók. Tehát van egy statisztika egyébként, hogy 10 és 11 év közötti átlag életkor az, ami bejön. Ez egyébként sokak szerint nem igazán, hogy mondjam, előnyös, hiszen a hazai átlag élet, személygépjárműek átlag életkorát nem igazán javítja. Talán 13 év az átlag életkor, az össz több mint 3 millió használt forgalmazott autónak az átlag életkora, és 10 és 11 év között jönnek be az autók. Tehát igazából nem sokat javít a koron, és a környezetvédelmi normák sem mindig a legkorszerűbbek. Az elmúlt évekre az is jellemző volt, hogy sokkal kevesebben vesznek fel hitelt autóvásárláshoz, inkább annyit költenek rá, amennyit megengedhetnek maguknak. Ha a használt autók statisztikáját nézzük, akkor 10-ből 2 vásárló igényel hitelt, új autó esetében pedig 10-ből 5. Elsősorban az alsó középkategóriás autókat értékesítik nagyszámban a kereskedők, átlagosan 1,5 millió forintot költenek a vásárlók. 2019. január 1-től ingyenesen is utána nézhetnek a használt autók adatainak az ügyfélkapunk keresztül. A használt autószövetségünk már régi harca, hogy legyen egy olyan használt autóadatbázis, ahol a vásárlók könnyen tájékozódhatnak a használt autók előletéről. 2012-től indult be egyébként egy szolgáltatás, csak eddig ezt bizonyos díj ellenében, és egy kicsit nehézkesen lehetett igénybe venni. Most már viszont, aki ügyfélkapus hozzáférés kell, és korlátlanul és ingyenesen lekérhető. A jövőben fokozatosan fehéredhet ennek köszönhetően a használt autópiac. Jelenleg ugyanis még mindig jellemző, hogy sokan visszatekerik az órákat.